Papi, papi, miniszterelnökről, érdekcsoportokról. 1989, Németh Miklós, ország érdeke. Honpolgárok? Jó magam. Okoskodás? Németh Miklós idején? Mostani kérdés? Ők Orbánéknak menni kell. Következtetésem, atomháború lesz? Papi, boróka, háborús uszítás, békemenet, magyar kormány, irracionalitás. Vita kedvéért, nem, tények rögzítéséért. Szónoklás, háború borzalmai, Oroszország Ukrajna ellen. Ő szónokol. Tömegsírok, hullák. Nem volt nyoma a békevágynak. Nem, Magyarország nem a békepártján áll. Orbán Viktor országa. Gyalázatos. Szájára veszi a békeszót. Tudja kiszolgálni a háborúkat, sáfárkodni a háborút a tapasztalatával és emlékével. Hát akkor ő az! Jó magam! Ugyancsak nem a vita kedvéért, hanem a tények rögzítéséért. Papi, okoskodásban veled méltán vetélkedő borokka eszmétársad szellemében. Először, Kohl 1993-1994 megvalósulhat a német egység. A berlini fal leomlása ünneplése. Egy barát tegnap, ne feledjük el ennek kapcsán. Henry Kissinger már akkor a NATO felszámolása. És nyilvánította volna, ha meg nem tiltották volna neki. Nézzünk tovább. Kijevi, USA-ból szervezett Majdan, államcsapat. És krími, orosz beavatkozás. Kissinger állásból. A Microsoft Bing Copilot. Az ön AI asszisztense szerint. Kiemelkedő alak. Ajánlása. Nukleáris biztonság. Stratégiai stabilitás. Tömegpusztító fegyverek terjedésének megakadályozása. Biztonsági rendszer kiépítése Eurázia számára. Irán nukleáris programja. Amerikai-orosz kétoldalú napirend. Egyesült Államok és Oroszország. Prioritásként kell kezelni a két oldalú napokat. Foglalkozzanak a kölcsönös anyag és stratégiai érdekek. Belefoglalva a konkrét nukleáris kockázat csökkentő intézkedésekről szóló komoly párbeszéde és politikai különbségekről elszigetelt működő kapcsolat kiépítését a nukleáris kérdés. Más álláspont. Európai stabilitás.
Oroszország kiegyezése egy stabil keleti határ létrehozására. Párbeszéd és magatartás, folyamatos, mérsékelt. Ukrajnai válság, 2014-ről van szó. Olyan formula, ahol Kijev katonailag semleges lenne, kielégítve az orosz aggodalmakat a Pusterrel, miközben biztosítja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Mit tükröz mindez? A Kissingeri kijelentés almaz. Na és utalás a Helmut Kohl másodszor szereplő múltbeli nagyságára. Ugye mindig is nagy barátja volt Magyarországnak. Első panelként a konferencián optimista, realista államalapító dr. Orbán Viktor szerint. Másik előadó, Baranyi leírása. Kohl kancellár az utolsó pillanatig relatív visszafogottan állt az esetleges német egység jövőképéhez. Nem volt eldöntve még a fal lebomlásával sem, Kohl szerint. Minden eshetőségre készen áll. Előzi elővigyázatos volt. Ezért 1993-94 tájékán gondolta megvalósulni az először a német egységét. Ez fölgyorsult. Miért? Erről nem szólok. De emlékeztető a ünneplése a fal leomlásának. Visszatekintve, papi, jól gondoltad te ezt? Meg azok, akiknek tetszett ez a megjegyzés, netán imádták, megtovábbították, osztolták a saját oldalaikon. Én reagáltam rá, te nem válaszoltál. Csak ezzel. Írtam ezért neked, csak ezzel reagáltál, ami alapján most azt kellene hinnem, hogy sunyogsz, kedves tinédzser, hogy kebel barátom. Ezért, amíg érdembe ezen változtatást nem látok, ez számomra a sunyogás magas iskolája, miközben az a kérdés, hogy atomháború lesz-e, vagy sem.